biológiai sokféleség érthető megfogalmazásban a fajok, fajták és élőhelyek változatosságát jelenti. A sokféleség változatosság biztosítja a bioszféra stabilitását, fennmaradását és megújulásának képességét. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a biológiai sokféleség a bioszféra immunrendszere. Ha elszegényítjük, akkor csökken a rendszer rugalmassága, stabilitása, védekező képessége. Egy a természet megfigyelésével foglalkozó, idősebb ember számára mérések nélkül is teljesen nyilvánvaló az élővilág és élőhelyek gyors pusztulása, amelyet a tudományos megfigyelések is alátámasztanak. A figyelem központjában a WWF élőbolygó indexe áll. A legfrissebb adatok szerint a vizsgált 5230 gerinces faj 31820 populációjának egyedszáma 1970 és 2018 között 69%-kal zsugorodott. A legjobban az édesvízi gerincesek esetében, ahol az átlagos csökkenés 83%. A vizsgált szárazföldi fajok populációja Észak-Amerikában 20, Közép- és Dél-Amerikában 94, Afrikában 66, Ázsia déli részén és a Csendes-óceáni térségben 55%-kal csökkent. Az Ázsia északi részével együtt vizsgált Európában a gerinces fajok állományaiban 1970 óta 18%-os csökkenés mértek, valószínű, hogy már nincs hova csökkenni. Az ember terjeszkedését mutatja, hogy a Föld jégmentes szárazföldi felszínének a 75%-át alakította át a mezőgazdaság kezdete óta, 11 ezer év, 40%-kal zsugorodott az erdők területe a bolygón. A Földön élő emlősek súlyának a harmadát az emberek tömege adja. 60% a haszonállat, összesen 4% a vadon élő emlősöké. A madarak 70%-a pedig házi állat. A Föld bolygó történetének hatodik tömeges kihalásának korszakát éljük. Emberi beavatkozás nélkül a természetes háttérkihalás 1-5 faj évente. Jelenleg becslések szerint óránként hal ki egy faj, évente 8-9 ezer, a többségük azelőtt, hogy megismerhettük volna. Azt gondolhatnánk, hogy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy egyénileg bármit is tegyünk a folyamat megállításának érdekébe, pedig számos lehetőségünk adódik. Befolyásolhatjuk ezt a kérdést fogyasztási választásainkkal, a természethez fűződő pozitív viszonyunkkal, annak jó példájával, és nem utolsó sorban, annak a csekéke méretű földterületnek a gondozásával, amelynek gazdái vagyunk. Ha mindenki megérti a sokféleség jelentőségét, békét köt a természettel, gazdagítja környezetét, akkor ez a bolygó egy sokkal jobb hely lesz mindannyiunk számára. Nagyon csábító, hogy kertünkbe szép növényeket lássunk, dísznövényeket. Mint hogy itt ez a mocsári hibiszkusz is éke ennek a kertnek. De a biodiverzitás barát kert egyik legfontosabb szabálya az, hogy lehetőleg olyan növényeket ne ültessünk a kertbe, amik nem tájhonosok, amik nem idevalók, amik idegen földrésznek a lakói. És hogy miért is ne? Hát azért, mert ugyan ő önmagában valóban nagyon szép és látványos, de nincs vele élő sokféleség. Ugye azokkal a növényekkel, akiket elhoztunk egzotikus tájakról, azokkal nem hoztuk el a vele együtt élő szervezeteket. Amikor egy növényfaj kihal ezen a földön, és sajnos mert ez nagyon gyakori, akkor 30 rászakosodott élőlény pusztul el vele. Tehát a kertünkbe, hogyha a tájra jellemző növények vannak, amik a réten is, amik az erdőben is, akkor a sokféleséget hozzuk a kertünkbe,
amikor pedig ilyen idegenhonos növényeket, akkor az egyféleséget. A biodiverzitás barát kert főszereplője a víz. Minél többféle élőhely van a kertünkben, annál gazdagabb lesz az élővilága. És minél jobban szét tudjuk válogatni a száraz és nedves élőhelyeket és azok közötti átmeneteket, ez mind-mind más faji mintázatot fog kínálni a számunkra. Ez a úgynevezett övárok azt a célt szolgálja, hogy azok a vizek, amelyek a háztetőről vagy meredek felületekről gyűlnek össze, azok ne az utcára távozzanak, hanem az utolsó cseppig az a víz, ami a kertünkre jut, azt megfogjuk és a talajba tároljuk. És ezek az úgynevezett fölösleges vizek, amik elfolynak, ezeket összegyűjtjük övárokba, és oda vezetjük, ahol a legnagyobb szükség van rá, és hol van rá a legnagyobb szükség? Természetesen a konyhakertbe. És miért van ott rá a legnagyobb szükség? Hiszen általában azok a növények, amiket termesztünk, olyan 500-600 mm csapadékot igényelnének, de Magyarországon mindössze 586 mm csapadék esik, és nem a vegetációs időben, hanem egész évben. Így aztán ahelyett, hogy megpróbálunk öntözni, sokkal egyszerűbb, hogy az a víz, ami a felszínre jut, azt a megfelelő helyre vezessük és a talajba megőrizzük. De egy ilyen vízelvezető ároknak ezen túl sokkal több funkciója is van. Mindig kell, hogy a kertünkben legyen egy kis nedves gödör. Ha nincs is egy ilyen övárkunk, akkor is kell, hogy egy kis mélyedést létrehozzunk, amit naponta megöntözünk, hogy abban a mélyedésben legyen egy kis víz, vagy ha víz nincs, akkor sár legyen. Ugye ez a sár, ez sár nyerő helye például a fecskéknek a fészek építéshez, de a lepkék, különösen a boglárka lepkék, a gyöngyház lepkék előszeretettel keresik fel ezeket a kis nedves helyeket, és természetesen a legyek, darazsak, méhek, mindenki talál magának egy kis víznyerő helyet. A másik funkciója egy ilyen övároknak az, hogy ahonnan, azokon a területeken, ahonnan a vizet összegyűjti, azoknak a növényeknek a magjait is elhozza, elsodorja, és ugye mozgatja ezeket a magokat, és ennek következtében azt veszük észre, hogy az övároknak a mentén, vagy éppen a kertbe megjelennek olyan növények, amik ott a változatosságot fogják szolgálni. Itt például a lábam alatt éppen egy cickafarkon taposok, vagy itt van egy gyíkfű, végig az árok mentén lehet látni, hogy a magját elvitte a víz, és szétterjedt, és természetesen ezek mind növelik a változatosságot. Aztán ezeket a vizeket elvezethetjük egy kis kerti tóba is. Azt szoktam mondani, hogy akkor egészséges a kertünk, és akkor tud önfenntartó lenni, és akkor segítjük azokat a szervezetek, akik egyébként bennünket is segítenek, hogyha legalább egy 500 négyzetméteres kertfelületen egy négyzetméter szabad vízfelületet biztosítunk a különböző élőlények számára. Ugye sokan félnek attól, hogy ezek a vízfelületek tele lesznek szúnyoggal, és akkor hát ott kellemetlenkednek nekünk. Általában attól nem félnek az emberek, amikor egy hordóba gyűjtik a vizet a csatorna alatt, és akkor ott látjuk, hogy ott úszkálnak benne a szúnyoglárvák, és ki is kelnek. Viszont egy ilyen tóba soha nem lesz az, hogy rengeteg szúnyog fog belőle kikelni, azért, mert maga egy ilyen pici kis tó egy önszabályozó rendszer tud lenni. Benne vannak a szitakötő lárvák, benne vannak a csíborok, a csíkbogarak, hátonúszó poloskák. Egy csomó olyan szervezet, aki végül is korlátozza a másiknak a jelenlétét. És egyébként pedig egy biodiverzitás barát kertbe akkor sem kell megijedni, hogyha kikelnek ezek a szúnyogok, hiszen segítségünkre vannak a denevérek,
ugye a legjobb fogyasztói a szúnyogoknak. Sokan azt gondolják, hogy a fecske, de hát a fecske az nem igazán találkozik időben a szúnyoggal, mert amikor a szúnyog felkel, akkor a fecske már aludni tér. Viszont a denevér akkor aktív, úgyhogy ő a legnagyobb segítségünk a szúnyogoknak a távoltartásába. Hát ilyen kis kerti tavat természetesen akkor tudunk jól tervezni, hogyha vízzáró agyagréteg van, de hát ez más szempontból azért nem kívánatos. Hát ilyenkor jönnek a mindenféle kényszer megoldások, tófóliától kezdve, ami talán ennél jobb és még hasznosabb, hogy egy elhasználódott zuhanytálcát, vagy akár fürdőkádat is benépesíthetünk úgy, hogy azt önszabályozóvá tudjuk tenni, és alkalmassá arra, hogy segítse azokat a szervezeteket, akik a kertünkben a karbantartó munkát végzik. Itt vagyunk ennél a kis kerti tónál, és most nem is annyira magáról a kertről szeretnék beszélni, hanem arról a nedves környezetről, amit ez a tó teremt. Tehát itt látják, hogy itt vannak ezek az idős farönkök, és ebben a nedves környezetben a moha megtelepedett ezeken a farönkökön, sőt egy mogyoró belehullott magába a fába, és onnan nőtt ki ez a mogyorófa. A holtfa, az úgynevezett holtfa, tehát ezek az idős, kidőlt, mohásodó, a gombafonalak által lebontott fák, pontosan a gombafonalak miatt nagyon sok vizet raktároznak. Egy természetes erdőbe, hogyha az ember nem vinné ki belőle a holtfát, hanem az mind benne maradna, a kidőlt öreg fatörzsek, akkor ez rengeteg vizet képes raktározni, akár az erdőben lévő víz 30%-át is a holtfában raktározott víz tudja adni. És nincs ez másképp a kertünkben is, tehát az, hogyha ilyen holtfák vannak nedves vizes környezetben, akkor ezek ugyanilyen vízraktárak. És élőhelyek, egy más típusú élőhely, nem csak a mohának, hanem alatta az élőlényeknek, a nedves környezetet igénylő élőlényeknek a sokasága van. Hát maga persze ez a kerti tó, mint vizes környezet, tavasszal még egy ekkora kis tavacska is vonza a kétéltűeket. Ugye a béka belepetézik, ebihalak vannak benne, szaporodik, és természetesen erre is felépül egy tápláléklánc. És akkor látjuk ebben a nedves környezetben páfrányokat, és itt ezt a nyári boglárkát, ami amellett, hogy szép, de hogyha megnézzük, akkor lehet látni, hogy rengeteg beporzót vonz, tehát a méhek előszeretettel látogatják. És akkor itt ez a kis nedves sarok egy más típusú gazdagság, egy kis csoda, egy kis ékszerdoboz a kertünkben. A sokféleségnek a lényege az önkorlátozás. Az ökológia tudománya azzal foglalkozik, hogy a különböző folyamatok és a különböző élőlények hogyan korlátozzák egymást. És itt, ahol én most állok, ez a sokak által ismert zöldséges kertem, ugye a mély mulcsos zöldséges kert, ahol én csak azt szoktam mondani, hogy a tökéletes rend az a káosz. És amire leginkább büszke vagyok ezzel a kerttel kapcsolatban, hogy itt működik ez a bizonyos ökológiai önszabályozás, és nekem tulajdonképpen semmi más dolgom nincs, mint hogy gyönyörködjek ebbe a sokféleségbe, és kihasználjam azokat az élőlényeket, akik ebben a sokféleségben a segítségemre sietnek. Hogy miért is a tökéletes rend a káosz, annak nagyon egyszerű oka van, hogyha kártevők vannak a kertünkben, burgonyabogár és levéltető rengeteg, vagy földi bolha, akkor általában annak mindig az az oka, hogy egyféleség van. Tehát én ágyásokat készítek, akkor ezek az ágyások tulajdonképpen egy egyértelmű jelzést adnak azoknak a úgynevezett kártevőknek,
akik például meg fogják látogatni a burgonyát. Miért? Azért, mert ők színek, szagok és mintázatok alapján tájékozódnak. Hogyha ágyások vannak, sorok vannak, akkor egyértelmű jelzést adnak a úgynevezett kártevők számára. Ellenben, hogyha ez a kaotikus rend van, akkor megtéveszti őket. És ezért nincs szükség arra, hogy az ember azzal foglalkozzon, hogy most ezt vagy azt különböző növényvédelmi módszerekkel orvosolgassa. És még azt is szeretném elmondani, hogy természetesen, amit itt látnak, ez nem az abszolút egészség. Tehát nem azt jelenti, hogy itt most egyetlen növénynek sincs semmi baja. Igenis, nagyon jól lehet látni, hogy bizonyos bajok felütik a fejét, de ez mindig a szükséges mérték. Azért, mert hogy azt mondtam, hogy az ökológia az önkorlátozásról szól. Hogyha semmi nem lenne, ami korlátozza a különböző lényeket, akkor korlátlanul tudnának növekedni például. A földben a gyökér azért nem tud végtelen nagyra nőni, vagy egy burgonya gumó, ami persze módosult szár, nem tud végtelen nagyra nőni, mert a talajt maga körül szét kell, hogy nyomja. És ahogy feszíti, nyomja a talaj levegőtlenné válik, és ez a tömörödött levegőtlen talaj egy negatív visszacsatolás, ami tulajdonképpen leállítja a növekedését. És ez szükségszerű. Az nekem nem jó, hogyha annyi betegség és annyi kártevő van a kertben, hogy nekem nem jut semmi. De az, hogy ez a bizonyos önkorlátozás, az egymást a fékezése, hogy senki ne tudjon elszaporodni, ez az, amire szükségünk van. És szükségünk van a saját egészségünk, nem csak a kertünk egészsége szempontjából, mert ez a pici kis bosszantás, ami itt a növényeket éri, az éppen ahhoz szükséges, hogy ezek olyan védőanyagokat termeljenek, ugye védekezzenek, ami végül is majd a mi egészségünket szolgálja. Az, hogy ez a sokféleség lehetséges, ahhoz nyilvánvaló, hogy szükség van egy kiváló talajra, és ami az élőlények sokféleségének, akár a növényi élet, akár a talaj élet sokféleségének a forrása, az a mulcs. Ugye komposztálhatunk, és komposztálunk is a kertünknek egy szegletébe, de az, amikor ezt a korrasztásos folyamatot a talajjal összhangban együtt a természettel végezzük el, akkor az az áldás, ami a mulcsnál egy helyen, egy pár négyzetméteren, vagy a komposztnál egy kis helyen, egy pár négyzetméteren valósul meg, akkor ez az áldás szétterül a kertünknek az egészébe. Úgyhogy most is csak azt tudom mondani, hogy mulcsozzanak azért, mert ez adja a legnagyobb teljességet a kertünkbe. Nagyon izgalmas helyen vagyunk most a kertnek ebben a szögletében. Sokféle élőhelyet kínál ez a kis sarok. Hát az első, amiről szeretnék beszélni, ez a hátam mögött lévő farakás. Akik fával tüzelnek, azok valahol tárolják a fát. A fának ugye legalább 3 évig száradni kell ahhoz, hogy az olyan tüzelésre alkalmas fa legyen, hogy abból ne környezetszennyezés legyen, és jól hasznosuljon a benne lévő hő. Viszont ez bizonyos veszélyt jelent az élő lények számára, hiszen a fába már az erdőben, amikor kivágják, akkor belepetéznek azok a farontó bogarak, akik utána nagyon könnyen a tűz martalékává tudnak válni. Ugye azért, mert hogy benne vannak a peték, és aztán kikelnek a lárvák, és a fát a lárvákkal együtt fogjuk elégetni. És persze hát megkérdezhetik tőlem, hogy mi a csodának jók azok a farontó bogarak, és egyáltalán minek, hiszen még a nevében is benne vannak, hogy farontó bogarak, és amúgy is csak a fát rontják. Hát ez persze nem ilyen egyszerű dolog, hiszen a
természetes körülmények között ezek a farontó bogarak éppen kellenek ahhoz, hogy az a bizonyos holtfa, ami az erdőbe kerül, az valamilyen módon vissza tudjon kerülni a fához, tehát hogy az lebontásra kerüljön, és ebben a farontó bogaraknak, hogy az élő fából holtfa legyen, igencsak nagy szerepe van. Tehát, hogyha valakit ez nem érdekel, akkor ezen túl pedig hát azt tudom mondani, hogyha ezek a bogarak a tűzre kerülnek, akkor a tűz martalékává válnak, viszont hogyha itt kelnek ki, akkor jön a csuszka, és jönnek a cinegék, és jönnek azok a madarak és élőlények, akik leszedegetik a fáról ezeket. Tehát helyesen akkor járunk el, hogyha minél tovább szárítjuk a fát, mert akkor van esély, hogy ezek a rovarok kikelnek belőle, és sokszorozódnak, és majd valakinek a táplálékává válnak. Hogyha nagyon gondosak vagyunk, akkor azt is megtesszük, hogy mielőtt majd ezeket a fa hasábokat a tűzre vetjük, akkor megnézzük, körbenézzük, hogy vajon vannak-e rajta a téli melegbe, a raktárba, vagy a tüzelőtérben, ahol tároljuk a tüzelőt, ugye kikelnek ezek a farontó bogarak, és akkor, hogyha gondosak vagyunk, akkor kitessékeljük őket. Persze akkor sem biztos, hogy túlélik, de legalább valakinek a táplálékát fogja szolgálni, és ezzel is hozzájárulnak a sokféleséghez. A másik izgalmas dolog itt, ez a birsfa, ezzel a bodzafa, hát bokorral, vagy már fává nőtt ez a bokor. És van ezzel egy nagyon érdekes tapasztalatom. Annak idején, amikor ennek a kertnek a tulajdonosa lettem, akkor ezek a birsfák itt egyedül álltak. Nem volt alatta sem ez a sok sarj, és nem volt természetesen vele ez a bodzafa sem. És alapjában két baja volt a fának. Az egyik az, hogy a termés ez szinte teljes mértékben moníliás volt, a másik baja pedig az volt, hogy meglehetősen sok tetű, levéltetű tobzódott rajta. És mióta ez a, hát ez a kis dzsungel van itt körülötte alatta, ez a két probléma mérséklődött. Soha nem jó, hogyha teljesen eltűnik az a betegség, tehát hogyha például egyetlen egy moníliás gyümölcs nem lenne, a betegségnek is és az úgynevezett kártevőknek is helye van ebben a rendszerben. Viszont ugye azzal szemben, hogy korábban nem volt itt értékelhető gyümölcs, most azért 80%-ban szolgálják az embert. De mi történt itt? És ezzel a kis történettel leginkább csak a sokféleség hasznát szeretném mutatni, hogy ugye addig, amíg ez a fa egyedül volt, és délről besütött a fény, és nem volt ez az árnyék, amit itt most lehet látni, addig a nap folyamatosan kiszárította a talajt. Most ahhoz, hogy egy fa egészséges legyen, de nem kell egy fáig menni, tehát hogyha mi egészségesek szeretnénk lenni, annak mindig az az alapja, hogy ne stresszeljünk. És amikor egy fa nem kapja meg azt, ami neki szükséges, tehát az ő ökológiai szükségleteit nem kapja meg, akkor értelemszerűen stresszelni fog. És hogyha stresszel, akkor betegszik. Tehát akkor lesz könnyű prédája jelen esetben a moníliának, a tetűnek, és így tovább. Nincs védekező képessége, hiszen stresszel, el van foglalva a stresszre adott válaszokkal. Na most azzal, hogy sütötte a nap és kiszáradt, ugye az pontosan ellene volt a birs ökológiai igényének, mert hogy az egy nedvesebb talajt, egy humuszban gazdag nedvesebb talajt igényel, és ezzel az árnyékolással és ezekkel a társakkal ő ezt a számára optimális körülményt kapta meg, és ahogy a stressz feloldódott benne, gyakorlatilag úgy volt képes arra, hogy megküzdjön a moníliával. Ami pedig a levéltetvet illeti, ott a segítséget a bodzától kapta meg. Hogyha megnézzük, ugyanabban a talajban
gyökerezik a birs és a bodza, teljesen egymás mellett vannak, és látjuk, hogy belenőtt a bokor teljes mértékben. De mit csinál a bodza, és mi köze a tetűhöz? Tehát biztos megfigyelték már a kertulajdonosok, hogy ha bodzafájuk van, akkor tavasszal nagyon hamar azok a olyan igazi bodzaszagú, kicsit olyan kellemetlen szagú zöld hajtások megjelennek, és egy korom fekete gyűrű képződik rajta a levéltetvekből. És hogyha megfigyeljük, akkor az történik, hogy ez a korai csemege azoknak a ragadozó szervezeteknek a bölcsője, akik majd karban tartják ezt a levéltetű népességet. Tehát kifejlődik, amit mindenki ismer, a katicabogárnak a lárvája, kifejlődik a karolópók, a zöld fátyolkának a lárvája, és aztán még sokan mások ragadozó rovarok, akik ugye mérséklik ennek a levéltetű populációnak a nagyságát. De itt is hangsúlyozni szeretném, hogy nincs szükség arra, hogy nekünk egyetlen egy tetű ne legyen a kertünkben. Nincs szükség arra, hogy egyetlen egy úgynevezett kártevő ne legyen a kertünkben, mert hogy minekik a szerepük? Hát az a szerepük, hogy fékezik a növekedést. Hogyha én eltávolítom a levéltetvet, hogyha én eltávolítom a beteg részeket, hogy ezt általában tanácsolják, akkor a fa növekedni fog, mert senki nem fékezi az ő növekedését. Tehát, hogy a hernyó az nem azért van, meg a tetű nem azért van, hogy nekünk kárt okozzon, hanem egyszerűen csak azért, hogy fékezze a fának a növekedését. És miért jó, hogy fékezze a fának a növekedését? Hát ha ők nem fékezik, akkor mi fogjuk a fát megmetszeni? Viszont ha ők jelen vannak, de nem annyi, hogy nekem ne jusson semmi, hogy a fa belehaljon, hogy nekem ne legyen termésem, hanem hogy pont annyi, amennyi a megfelelő mértékben fékezi a fa növekedését, akkor nem én fogok metszeni. És ha nem metszek, akkor nem okozok sokkot a fának. Akkor nem borítom fel az egész hormonális rendszerét. Akkor nem fogom arra kényszeríteni a fát, hogy újra növessze az egész szervezetét, és minden energiáját ide fordítson, és ne jusson neki energia a védekezésre. Tehát ha metszem, akkor már az is meghatározom, hogy utána permeteznem kell lesz, mert a stressz tűrő képessége lecsökken. És ugye meglátogatják azok, akiket én éppen nem szeretnék. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez így nagyon sokszor eszembe jut, hogy van az, hogy még nem esett le senkinek az, hogy egyre rafináltabb módon pusztítjuk a sokféleséget. Ugye hát, hogyha már gyümölcsfákról beszéltünk, akkor mindenféle permetekkel, tavasszal, lemosó permet, és így tovább, és így tovább. És hogy nem veszi észre senki, hogy ebből csak egyre több van? Tehát, hogy egyre több baj van. Már hetente permetezhetnek, hogy ezeket féken tudják tartani. Tehát ez senkinek nem tűnik fel, hogy tulajdonképpen csak belelovaltuk magunkat ebbe a helyzetbe, és sehol nem jutottunk, csak minden rosszabb lett. Tehát ezért kéne a természetre hagyni, mert látják, a természet intézi. Azok, akik itt vannak, és akiket mi kártevőnek nevezünk, azok tulajdonképpen a segítségeink. És ezért kellene átértékelnünk, nem hogy kellene, kell átértékelnünk a sokféleségnek a szerepét. És akkor láthatják, hogy egy páfrány, egy bodzafa, de hogyha oda mutatok a másik birsfalma alá, megnézik, hogy ott van alatta a fagyal, ott kandikál ki alatta a diófa, együtt van a szilvafával, belenőtt a csalán. Tehát ott van a sokféleség. És akkor ez a sokféleség a lehulló lomb bemulcsozza a fának az alját a tédire, és talajt csinál, és ebbe a mulcsba ott van a sokaság, ott van a ragadozó rovaroknak a sokasága. És akkor ezek mind-mind a mi segítségünkre vannak. Az éltető sokféleség. A harmadik izgalmas dolog itt ez a kőrakás, ami számomra ennek a kertnek a szimbólumává vált olyan értelemben, hogy amikor elkezdtem mulcsozni a kertet, akkor rengeteg pocok jelent meg.
nagyon jó élőhelyet kínált a pocoknak. Nyilván egy kertész ennek egyáltalán nem örülne. Én sem örültem neki, amikor ezt megláttam, de hamar elmúlt a rossz érzésem azért, mert ebbe a kőrakásba beleköltözött az erdélyi sikló. És innentől kezdve jött ez a játék, amit úgy ismerünk, hogy a rókák és nyulak szigete, hogy ez a ideális leírása annak, hogy a különböző ragadozók és prédák azok hogyan viszonyulnak egymáshoz, milyen ennek a önszabályozása, és hát ezt mindenki tudja, hogyha van egy sziget, ahol felszaporodtak a nyulak, akkor ha felszaporodott a nyúl, akkor a róka is fel fog szaporodni, de hát akkor majd lecsökkenti a nyúl populációt, és hogyha lecsökken a nyúl populáció, akkor lecsökken a róka, és akkor megint megnő a nyúl. Tehát, hogy ezek így egymással mozognak szépen párhuzamosan. Na de mi történik akkor, amikor az ember ebben mesterségesen beavatkozik? Tehát, hogyha én elkezdem gyéríteni az úgynevezett kártevőket, és egyébként tehát az ökológia egyenletei ezt nagyon szépen leírják, akkor, hogyha nagyon-nagyon jól sikerül a gyérítésem, tehát sikerül a célzott szervezeteknek, akiket én nem szeretnék, úgynevezett kártevőknek, a 95%-át eltüntetnem a rendszerből, akkor a következő évben háromszorosára nő a nem kíván népesség. Tehát a kártevőknek a népessége háromszorosára fog nőni. Hogyha pedig minden évben gyérítem az úgynevezett kártevőket, akkor pedig minden évben folyamatosan nő egy kis mértékkel a kártevőknek a populációja. Azért, mert a gyérítéssel tulajdonképpen idéglenesen vagy akár véglegesen eltüntetem azokat a szervezeteket, akik őket féken tartják. Tehát mind a kettő szereplőre szükség van a megfelelő mértékben, és ahogy a nyulak és rókák szigetén, ugyanúgy a kertünkben is meg fog történni ez a csoda, és kialakul ez az áldásos önszabályozás. És ennek egyetlen kulcsa van, megint csak ez az áldásos sokféleség. Manapság divat a kerteket fűnyíróval nagyon gyakran nyírni. Amikor valaki így faltól falig, kerítéstől kerítésig lenyírja a füvet a kertjébe, akkor két merényletet követel a természet ellen, illetve saját maga ellen is. Az egyik az az, hogy mikroklimatikusan rögtön lerontja a kertjét, mert hogy ugye a vegetáció az hirtelen ott megszűnik, annak a párologtató, árnyékoló hatása nem fog érvényesülni. Egy meleg napon körülbelül 2 fokot számít egy ilyen a mikroklímába. És hát egyébként meg vízigényes, meg gondozásigényes és diverzitás szempontjából egyértelműen egy sivatag. A másik dolog, amit elkövet a természet ellen, az az, hogy az élő lényeknek sem táplálkozó hely, sem élőhely nem marad, nevezetesen búvóhely nem marad, hiszen ugye számos olyan élőlény van, aki a magas fűben elbújik, és ott talál menedéket nappalra, vagy éppen éjszakára. Most mi itt a jó alternatíva, tehát mi az, amikor azt mondjuk, hogy biodiverzitás barát módon bánok a gyeppel? Az mindenképpen az évi kétszeri kaszálást jelenti, ha olyan a klimatikus körülmény, lehet, hogy csak egyszer tud valaki kaszálni, rendes szénát kaszálni, de itt sem mindegy az, hogy ezt időben hogyan teszi, és milyen eszközzel teszi. Tehát ez a kasza nem dísznek van itt a kezemben, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez az eszköz az, ami legjobban kíméli az élővilágot. Ugye minden olyan dolog, ami nagy sebességgel forog és nagyot üt, az nyilvánvaló gyilkolja a sokféleséget és gyilkolja az élőlényeket. Nem mintha ez a kasza ártatlan lenne teljesen,
de még mindig ez a legjobb megoldás. Egyébként elég jól lehet ezzel haladni, és sem benzinkőzel nem fogja szennyezni a környezetet, sem áramot nem fogyaszt, és műanyag darabok sem maradnak utána a talajban, amiről azt se tudjuk, hogy utána mi lesz vele. A másik az a kaszálásnak a módja. Tehát azért jöttünk ide, és meg az előbb a kertbe is mutattam, hogy ez a egyszerre csak egy-egy sávot kaszálok le, azért, hogy se ez az említett mikroklimatikus leromlás ne történjen meg, sem pedig az ne legyen, hogy nincs hova menniük ezeknek az élőlényeknek, akiket innen most elűztem, hiszen nem kell nekik messzebb menni, mint a szomszédos sávba. És ott is megtalálják az élőhelyüket, és megtalálják a növényeket, amikkel tudnak táplálkozni. És még egy nagyon fontos dolog van a sávos, időben eltolt kaszálás mellett, az az, hogy ha így kaszálunk, akkor is megesett az, hogy látszárú növényeket nem hagyunk felmagozni. Ugye, hogyha egy gyepbe a pázsitfüveket kaszáljuk, akkor ott azok vegetatív módon szaporodnak, megerősödnek, de ha mindig lekaszáljuk felmagzás előtt a látszárú növényeket, akkor azok nem tudnak megújulni. Egy darabig megújulnak, hiszen nem egy évig csiraképes a maguk, van amelyiknek akár 50 évig is, de hát erre persze nem lehet számítani. Úgyhogy azért álltam ide, hogy ezt a pici kis foltot megmutassam, ami kimaradt ebben az évben akarattal a kaszálásból, hát amit most még lehet ebben látni, az voltak éppen ugye a kígyószisz, aztán itt van a mécsvirág, ott van a szarvaskerep, lucerna, benne, most nem látom a tarka koronafűrt, tehát van itt benne hereurafű, tehát hogy ezek, amit csak most látok, látszárúak, ezek most kimagzanak, és akkor ugye a következő években, amíg a talajnak a magbankjában ezek a magok megvannak, ki is fognak kelni. És természetesen a következő évben majd egy mellette levő másik foltba hagyom meg ezeket a növényeket. Amúgy nem csak itt fognak ezek a magok érvényesülni, hiszen az állatok szőrén utazik, a lábán utazik, a talpán utazik, a hangyák elviszik. Tehát majd azért vannak, akik ebből a kis centrumból el fogják vinni ezeket a magokat, és azok másütt is érvényesülni fognak. Egyre többen komposztálnak, és ez örömteli. De komposztálni lehet úgy, hogy segítsük elő a biodiverzitást, és úgy is, hogy kevésbé támogassuk azt. Kétféle módja van a komposztálásnak, az egyiket úgy hívjuk, hogy silókomposztálás, amikor valamilyen szerkezetbe komposztálunk, tehát a hulladék gazdálkodási cég az kioszt ezeket a műanyag, PVC újrahasznosított valamiket, vagy valaki négy raklapot összeszögel, és van egy köbméteres komposztkerete, és abba komposztál, és még millió másféle megoldás van. Amikor valaki így komposztál, akkor szükségszerűen mindig a következő réteget, azt az előző rétegnek a tetejére fogja rakni egészen addig, amíg a komposztkeret meg nem telik. Ennek az lesz a következménye, hogy a rétegek a saját súlyuktól fogva összenyomódnak, levegőtlenné válnak, alul tulajdonképpen megszűnik a korradás levegő hiányába, és erjedés, rothadás fog bekövetkezni. Hogy ezt megakadályozza, aki komposztál, ugye vagy villával átforgatja, vagy komposztszigonnyal mozgatja, levegőzteti a rendszert, és szükség szerint vagy nitrogén gazdag, vagy szén gazdag adalékanyagokat ad a komposzthoz. Amikor ez történik, és összeforgatjuk a komposztot, és egyébként pedig kerettel elzárjuk a külvilágtól, akkor élőlényeknek az egész sorát akadályozzuk meg abban, hogy hozzáférjenek a komposzthoz, és ez a komposztálási mód többnyire megmarad a bakteriális fázisban, egy gyors, hamar érő komposzt jön létre, amiből azonban az életnek a teljessége hiányzik. Hogy a komposztálás igazán diverzitás barát legyen, ahhoz az úgynevezett prízva komposzt a legmegfelelőbb megoldás. Ugye ennek a lényege az, hogy sohasem fogunk az előző réteg tetejére valamit rárakni, hanem egységenként építjük meg a komposztdombot. Ez mindig úgy néz ki, hogy körülbelül egy négyzetméteres felületet
elkészítünk, ugye magára a talajra egy ilyen 20-30 centi vastag ágfonatot rakunk, ahogy itt lehet látni, azért, hogy a korhadáshoz alulról levegőt kapjon ez az elegy, és maximum 80 centi vastagon építünk rá komposztot, de arra négyzetméterre ezt a komposztot egyszerre fogjuk megépíteni. És utána a következő egységet, azt sohasem fogjuk a tetejére tenni, mindig mellé tesszük, mögé tesszük, elé tesszük, de rá soha többé nem. És ennek a lényege, ugye onnan, abból a végéből, ahol elkezdtük ennek a komposztolomnak a rakását, lehet is látni, hogy ott a legalacsonyabb, ott már gyakorlatilag a korhadás miatt ez összeesett, és így, ahogy jövünk erre felé, lehet látni, hogy folyamatos az építkezés, és a legfrissebb rétegek, amik a legmagasabbak, azok vannak az én irányomba. Ugye ebben az esetben az az élő lény, aki elvégezte a dolgát, az tulajdonképpen odébb tud mozdulni, nem keveredik össze a komposztnak a keverésével, és innentől kezdve egy ilyen halom képes arra, egy ilyen prizma, hogy mindenki, aki asszisztál ebben a folyamatban, a komposztális fázisában, az betelepedjen ide. És minél többféle élőnyt telepedik meg a komposztba, ugye az másodlagosan és harmadlagosan még több élőlényt fog vonzani, hiszen azok az elsődleges szervezetek, akik a komposztálást végzik, azok táplálékul szolgálnak további, például a ragadozó szervezeteknek. És ezért is van az egyébként, hogy minél többféle anyagból építjük fel a komposztdombot, annál több jótékony szervezet tud benne megtenni, mert hogy mindenki talál megfelelő élőhelyet és megfelelő táplálékot magának. Sajnálatos egyébként, hogy a biohulladékoknak a megelőzéséről szóló új kormányrendelet, az kifejezetten a komposztálás csak kerti zöld hulladékból és konyhai tisztítási hulladékból engedi, tehát semmiféle más állati, emberi ürüléknek a bekeverését, vagy más szerves anyagnak a bekeverését tiltja kifejezetten. Ez egy nagyon helytelen szemlélet, ugye, mert miközben arról beszélünk, hogy hogyan kellene növelni a diverzitást, azzal, hogy bizonyos anyagokat kizárunk a komposztálásból, azzal egész szervezetek sorát és a ráépülő szervezeteknek a még többjét zárjuk ki ebből a folyamatból. Az, hogy én hogy készítek ilyen prizma komposztot, hát én is követem a komposztálásnak a szabályait természetesen. Ugye itt elkészült ez a levegőztető ágfonat, és egy alapszabály mindig, akár mulcsozunk, akár pedig komposztálunk, hogy egy úgynevezett rostos humuszképzővel, tehát egy széngazdag réteggel fogjuk kezdeni ezt az egész folyamatot, és hát egy ilyen, tulajdonképpen az a helyes, hogyha minél homogénebb anyagot, akár keverhetjük is össze ezeket a rétegeket, készítünk el, de hogyha csak rétegezzük és nem keverjük össze a különböző anyagokat, akkor a legjobb módszer az, hogyha egész vékony rétegeket készítünk. Van itt egy alapszabály, hogy a rostos és a nyers humuszképzőknek milyen arányban legyenek. Tehát én itt egy rostos, szénben gazdag humuszképzőt raktam le, hogy ennek a szénának körülbelül a szén-nitrogén aránya az olyan 1 az 50, 1 a 60 környékén van, 1 nitrogén, 50-60 szén. Az optimális, az hát egyesek szerint 1-25 nitrogén szén, én az 1-30-at tartom megfelelőnek, a bomlás sebessége ott látom optimálisnak, de ezen nem fogunk összeveszni. És ugye itt pedig ez egy friss kaszálék, amit éppen most kaszáltam, lehet látni, egy teljesen friss anyag. Ugye a helyes arány súlyban az, hogyha ide mondjuk leraktam most 1 kiló szénát, akkor nekem 2 kiló ilyen zöld kaszálékot kell ide rárakni ahhoz, hogy körülbelül ezt az optimális 1-30 szén-nitrogén arányt tudjam produkálni. És ha rétegzem, akkor ugyanez a folyamat megy itt végbe, tehát egy súlyszázaléknyi rostos humuszképző és kétszer annyi ugye nyers humuszképző kerül ennek a tetejére. És hát ugye ezek a kerti úgynevezett zöld hulladékok, amiket én most itt
itt komposztálok, hogyha túl vékony, tehát például valaki fűnyírózik, ugye ezt lehet látni, hogy ez egy sarjú, amit kaszáltunk, tehát vastagabb szál van, levelek vannak benne és egyebek, tehát az előbb említettük ezt az állandó fűnyírózást, és hogyha valaki a fűnyíró zsákjának a tartalmát teszi a komposztra, akkor az nem lesz túl jó, mert annak semmiféle szerkezete nincs, nincs benne levegő, ugye hamar kimerül az oxigén tartalék belőle, és akkor anaeróbbá válik, és nem korhad, hanem rothad. Na most ennek a segítsége lehet az, hogyha valamilyen nagyon jó szerkezet képző anyaggal, tehát itt csalánt kaszáltam, lehet látni a szárvastagságokat, ugye, hogy hát ez bizony a 2-3-5 mm tartományban van, és persze hát a levelek ott is a 10 mm-es tartományban vannak. Tehát ez egy nagyon jó levegőztető szerkezet képző anyag. Tehát, hogyha apró szálú valamit teszünk bele a komposztba, akkor ne felejtsük el, hogy apró, vékony vesszőket, de tulajdonképpen korrodás szempontjából ez az egyik legjobb anyag, hogyha csalánt teszünk. Aztán itt éppen tegnap egy kis szemes babot fejtettem, hát látjuk, hogy ez is egy kiváló szerkezet képző anyag. Arra felhívnám a figyelmet, hogy még csak véletlenül se húzzuk ki a földből, hanem csak vágjuk le a föld felszínen, hogy a gyökér maradjon bent, hogy a talajban a életet támogassuk, ne tegyük tönkre az ott kialakult hálózatokat, és egyébként a gyökérből természetesen ott is szerves anyag fog keletkezni. És aztán ugye még van egy nagyon fontos dolog, amit belerakhatunk a komposztunkba, ez pedig a konyhai tisztítási hulladék. Hát én azt csinálom, hogy gyűjtöm, mert egyszerre nem sok konyhai tisztítási hulladék keletkezik, hanem valamennyi. És itt van ez a kis fa dézsa, ugye ebbe teszek bele gyaluforgácsot. Tehát a gyaluforgács ez nagyon széngazdag, ilyen 1 nitrogén 300, 350, akár 500 szén is esik egy egységnyi nitrogénre. Ez egy nagyon hasznos anyag, több szempontból is, mert ennek is van szerkezete. Tehát, hogyha megnézzük, ugye ez nem egy levegőtlen anyag, hanem van szerkezete, azért, mert ezek a kis gyaluforgácsok felpöndörödnek. És ez egy kiváló anyag a konyhába ahhoz, hogy ezeket a tisztítási hulladékokat gyűjtsük. A tisztítási hulladék az olyan 1,16 környékén van nitrogén-szén tekintetében, tehát hogyha mi egy széngazdag komponens keverünk hozzá, akkor ezzel a megfelelő optimális szénnitrogént tudjuk kialakítani, megfelelő szerkezetességet tudunk felérni, és ugye az, ami nagyon fontos az az, hogy azokat a nedves anyagokat, amik egyébként összerothadnának a gyűjtő edényemnek az aljába, ezeket szépen felisszák, és levegőt adnak hozzá, tehát ez nem fog betömörödni, és nem fog berothadni, és akkor hát addig, amíg ez az edény meg nem telik, addig gyűjthetem benne ezeket a tisztítási hulladékokat. És itt lehet látni, hogy kiöntöttem belőle, és akkor ilyenkor szépen megágyazok a következő tisztítási hulladéknak. Ide szépen berakom ezt az aljára, és akkor ugye mindig, amikor a tisztítási hulladék ide rákerül, akkor a tetejére rögtön mindig kap egy úgynevezett rostos humuszképző, tehát egy újabb réteg gyaluforgácsot, és ez így megy addig, amíg ez meg nem telik. Több vödörrel is összegyűjthetünk ilyen módon, semmi ártalom nem fogja érni az anyagot, nem fog betömörödni, nem fog anaeróbbá válni, és gyakorlatilag amikor összegyűlt kellő mennyiség, és hát van időm, és szeretnék egy ilyen egységet megépíteni, akkor ezt van miből megtennem. És akkor folytatom tovább, tehát hogyha itt most nyers humuszképzőt raktam, akkor megint rétegzek rá egy kis rostos humuszképzőt, és így tovább. Én ezt nem szoktam letaposni, nem szoktam benedvesíteni, mert arra szolgál az eső, hogy majd benedvesítse. És egyébként ez nem egy versenyistáló, vagy egy galoppálya, hogy azon versenyezünk, hogy kinek mikor
érik meg a komposztja, a természet el fogja intézni, az élet sokfélesége rá fog telepedni, és minél több élőlény hal bele, ugye, minél inkább felépül benne az életnek a teljessége, annál több szervezetnek a maradványa fogja jelenteni ennek a komposztnak a tartóságát, stabilitását, és ezekben az elhalt szervezetekben, ezekben az elhalt testekben raktározott tápanyagok fognak majd előbb-utóbb visszakerülni a növényekhez. Úgyhogy ez egyben egy nagyon jó tartós komposztot és egy biodiverzitás barát komposztálási módot jelent. Hoztam még egy anyagot, ahogy látják, ez fakéreg, és talán van benne némi falevél is, ez a favágási hulladék tulajdonképpen. És hát ugye nagyon sokan vannak, főleg ősszel, akik összegyűjtik a falevelet és beteszik a komposztba. Hát én azt szeretném mindenkinek mondani, hogy a falevél az a fának a tulajdona. Az a fa körforgásának a része, és ezért a legjobb helye az a fa alatt van. És hogyha még véletlenül falevelünk van, azért mert megkapjuk a szomszédtól, vagy valakitől, aki ezt nem veszi figyelembe, akkor azt is inkább sokkal a fa alá tegyük, a fa kéreggel együtt, mert annak ott van dolga, ott fogja a biológiai sokféleséget támogatni. Tehát ezt az anyagot, ezt mindig a fáknak a mulcsozására használjuk fel. Meghoztam ezt a kéreg mulcsot, amire azt mondtam, hogy kár lenne ezt belerakni a komposztba, sokkal inkább, ha már falevelünk van fölöslegbe, és ilyen fás részünk, akkor ezt a fáknak a mulcsozására használjuk fel. Van is itt már mulcs, ahogy látják, mert mindig, amikor egy fát elültetek, akkor rögtön meg szoktam mulcsozni. Most ezt ide öntöm még pótlásnak, még sok is elférne ide. Én most nem akarok arról beszélni, hogy a gyümölcsfák mulcsozásának mi a jelentőség és miért kell őket így mulcsozni, hiszen a gyümölcsészetről szóló filmben ezt bőven elemeztem, most csak a diverzitás szempontjából tennék néhány megjegyzést. Az, hogy ide öntöttem ezt a mulcsot, ezzel én itt egy élőhelyet létesítettem. Olyan élő lények fognak ebben megélni, akik egyrészről ennek a fának a korrasztásában, tehát főleg korrasztógombák, vesznek részt, és ami a legfontosabb a mi szempontunkból, az, hogy ragadozó rovarok fognak benne megtelepedni. Hát ilyenekről beszélek, mint futrinkák, mint például hojva, mint például százlábú, vagy fülbemászó, amiket nem olyan nagyon szeretünk. Tehát ezek a ragadozó rovarok pedig segíteni fognak abba, hogy azokat az általunk kártevőknek tekintett élőlényeket kézben tartsák, és a megfelelő számban korlátozzák. Tehát például, hogyha én egy cseresznyefa alatt mulcsot készítek, vagy egy diófalat mulcsot készítek, vagy bármilyen falat mulcsot készítek, akkor a gyümölcsből ugye kikerülő és a földre jutó például légynyűvek, mint a cseresznye, mit mi kukacnak nevezünk, de voltak éppen nyű, vagy a dióburok fúró lénynek a nyűve, az nem rögtön a talajra fog esni, majd hiszen ő ott bábozna be, hanem közben van egy réteg, amiben ezek a ragadozó szervezetek alig várják, hogy megjelenjenek. Tehát itt is tulajdonképpen ugye a mulcs egyrészt segít a fának a stresszmentes élet kialakításába, másrészt pedig a benne lévő ragadozó élőlények segítenek a fának a karbantartásába. És hát amit még itt lehet látni, hogyha már itt vagyunk, ugye a fa körüli sokféleség, a csalántól, a málnától, a bazsalikumig, a büdöskéig, a babig, a fekete ribizlig, tehát hogy ahogy senki nincs egyedül ezen a földön, és ha visszagondolnak az előbbi gondolatra, hogy bizony itt van a velünk élő sokféleség, az a milliárdnyi élőlény, ami velünk él együtt, a fa sem élhet egyedül. Ő is társakkal érzi jól magát, megvannak a saját maga társai, akik segítenek az ő egészségének a megőrzésében. Sokan féltik a fájukat a zuzmóktól, azt gondolják, hogy ez egy élősködő a fán, de ez egyáltalán nem így van. A zuzmók gombáknak és algáknak a szimbiózisából keletkeznek, és gyakorlatilag a fát,
azt egy felületként használják. Ugyanúgy, ahogy egyébként nagyon-nagyon sok más élőlény a fát, a levelét, a gyökerét, a kérgét, a bimbókat, sőt a sziromlevelet is egy felületnek használják, amin ők élnek. Ezt a felületet, ezt az élő közösséget, aki ezt a felületet betölti, úgy nevezik, hogy mikrobiom. De mielőtt erről egy néhány szót szólnék, maradok az uzmóknál. Ugye az uzmók azok a fának mindig a legidősebb részein vannak. Hogyha valaki ezt nem hiszi, akkor nézze meg, itt van egy relatíve fiatal hajtás, nincs ezen még egyetlen egy uzmó se. És hogyha megnézzük itt ezt az idősebb ágat, akkor látjuk, hogy az már bezuzmósodott. Tehát ahogy idősödik egy ág, egy gaj, úgy válik egyre inkább zuzmossá, és tekintettel arra, hogy egyszer csak egy idős farész az el fog pusztulni, ezért ez alapozza meg az embereknek azt a hitét, hogy na de bizony azt a zuzmó okozta. A kertészet általában azt javasolja, hogy ezt egy kefével keféljék le, mert hogy ez egy fertőzési góc, ami majd ugye mindenféle kártevőknek és betegségeknek a vektorává válik ezen a fán. Hát, ha valaki szeret dolgozni fölöslegesen, akkor ezt nyugodtan megcsinálhatja. De egyébként azt, hogy ezt az élő világot, ami a fának a különböző részein van, eltávolítsuk, vagy nem csak a fáról, de beszélhetek bármelyik növényről, ez egyáltalán nem ajánlatos. Tehát ki ez a mikrobiom? Hát ez ugyanaz a mikrobiom, aki itt van bennünk, a belünkben, aki itt van a bőrünkön, az írhánkban, az orrüregünkben és mindenhol, és egyébként mi nélkülük nem élnénk. És a növény sem tud nélkülük élni. Egyetlen négyzetcentiméteren, itt a kérgen, a levélen, a bimbón, a hajtáson és a gyökéren, 10-100 millió ilyen élőlény hemzseg. De miért van ő ott? Csak úgy egyszerűen ott van, és ennek semmiféle szerepe nincs, de igen van. Tehát ugyanúgy, ahogy bennünk ez az úgynevezett mikrobiom, a patobiomból, tehát az úgynevezett kórokozó, kártokozó paránylényekből áll, és a velünk együtt élő szimbiontákból, és ennek a kettőnek az egyensúlya, ez ugyanígy van a fán is. És ugye mikor van probléma? A probléma az akkor van, amikor ez az egyensúly megbomlik. Bármilyen irányba. És hogy tud megbomlani? Akkor, amikor én jövök és ezt lekaparom, akkor, amikor én jövök egy lemosó permetezéssel és lemosom a fámról ezt a mikrobiomot, akkor megbontom ezt az egyensúlyt, és kiket fogok elpusztítani? Azokat fogom elpusztítani, akikre az a szer hatásos. Mi lesz a többiekkel, akire ez a szer nem hatásos? Azok elfoglalják foglalni azokat a szabadon maradt felületeket, amik megüresedtek. És azok a szabadon maradt felületek pedig valóban fertőzési kaput jelentenek azoknak a szervezeteknek, akik itt nem voltak még jelen, de abban a pillanatban, hogy a hely megüresedik, be tudnak lépni ebbe a közösségbe, sőt el is tudják uralni, és meg tudják betegíteni a fát. Tiszteljük a sokféleséget, és ne csak azt a sokféleséget, amit a szemünkkel látunk, a gólyamadarat, a fecskét, a bogarakat, a gilisztát és egyebeket, hanem ezt a nem látható sokféleséget, mert ez a nem látható sokféleség, ami a talajban van, ami itt van ezen a növényen, ez alapját képezi annak a sokféleségnek, amit látunk.